szép lassan eljutottunk oda, hogy akik a zeneik alatt hangosan beszéltek, azok hazamentek, de mostanra már annyit fogyasztottunk, én egyébként ananászlevet, hogy már mi beszélünk hangosan a zenék alatt. Reméljük, ez senkit nem zavart. Egyébként meg most már látható volt, hogy a negyedik előadó után meglátták páran az Áriemet, és akkor azt mondták, hogy na jó, most már nekünk nincs más hátra, csak az Áriem, úgyhogy ők hazamentek. És most pedig a szám alatt hazamentek az Áriemesek is, hogy miért ezeket a középbatok Áriem számokat rakják. Középnyugati? Igen. Na jó, de még van pár. Van még egy pár. Az a javaslatom, hogy a következő szám az a szám, ami az R.E.M.-et igazából átültette a kollektív tudatba. Tehát az R.E.M. az egy pop előadó volt, vagy egy sikeres pop hit volt. Igen. Nem egy ember. De együttes az előadó is egyben. Igen? Igen. Azt hittem, az előadó mindig egy ember. Nem, sosem. Vagy maximum egy terem. De, maximum. Valójában az előadó az lehet egy ember, de lehet egy színpadi ember. Valójában annyi ember lehet, amennyi egy színpadon elfér. És még azon is túl lehet, hiszen a színpad nem egy kicsi. A közönség iránt érzett mély empátiából nem mondom meg neked, hogy nem így van. De miért? Az előadó az nem lehet egy együttes? Menjünk tovább. Bassza meg, az előadó az lehet egy együttes. De miért? Ők adják elő a számot. Ők az előadó. Hát ezt mondom. Én. De most miért konferáljon föl?